Szevasztok, mindenki, ez a szép napon, reggelen, nálunk reggel van, nem olyan régen ébredtem fel, közben átjött apukám, ugyanis a tegnapi videóban ugye mondtam, hogy eladtam a kék csónakot, és letettük a vízre, mutatom nektek. Oda nézzél, ott van lent a vízen, ugye itt szokott fent állni a füves részem, azt mondom, hogy le kell vágni a füvet, mert elég nagy alatta. Leraktuk, ami nem tartott sokáig, körülbelül egy ilyen 10 percig, annyi se. Nagyon könnyű volt lerakni, a víz ugye itt van fönt. Úgyhogy jelenleg nem más csinált, mint várok, jön a vevő, hogyha minden igaz, itt lesz egy ilyen fél óra múlva. Megérjük ugye a papírokat, és a jetskivel fogom kihúzatni a legközelebbi hajó, nem kikötőz, ahol fel lehet húzni ugye a csónakot az utánfutóra. Hogy fog sikerülni, meg hogy nem, fogalmam nincsen, ugyanis még az életben nem húzattam csónakot jetskivel vagy másik hajóval, de meg fogok vele próbálkozni. Úgyhogy most gyorsan iszok egyet. Próbálok magamhoz térni, ugyanis még nem vagyok magamon áll. Azt hiszem, hogy meg kell ma borotfálkozni. Látod, milyen hosszú a szakállam? Hozzáértem, elhúzattuk a csónakot, felvették, és ilyen üres most, oda nézzél, látod, le kell vágni most tényleg a füvet. Jetskit lemostam, most pedig nem más fogunk csinálni, mint ahogy látjátok, át is öltöztem. Még mindig nem borotfálkoztam, az előbb néztem a tükörbe, hogy milyen csúnya a fejem. Na minden, most nem más csinálunk, mint elmények is megnézzünk egy másik csónakot, és hogyha úgy van, hazahozzuk. Ahogy mondtam, ez kb. 45 perc vezetése van mitőlünk, azon a helyen, ahol múltkor a BMX-et, ugye a biciklit felvettük. És amit hiszed vagy nem, eladtam a BMX-et is, a biciklit. Úgyhogy valószínűleg a héten, vagy a jövő héten jönnek és felveszik. Azt mondták, Sydneybe adtam el, úgyhogy el kell postázni, nem nekem, hanem aki megvette, az intéz mindent. Valaki idejön, képzeld, ez olyan cég, hogy idejön a cég, felveszi a biciklit, vagy a tévét, vagy éppen amit eladtál, elviszi tőled. Neked semmit nem kell csinálni. Ők becsomagolják, és el is viszik ahhoz, aki megvette. Tehát nekem ez nem kerül semmibe. Én megkaptam a pénzemet a bicikliért, idejön az ember az autóval, berakja az autóba, és elviszik. Ennyi. Egyszerű, nem? Komolyan mondom, egyszerűbb, mint hogy be kell nekem csomagolni, el kell vinni a postára, vagy nekem kell ugye mindent elintézni. Meg aki megvette, annak se kell semmit csinálni. Beírta az én címemet, megmondta, hogy micsoda, kifizette, hogy mennyibe kerül, ugye mindjárt megmondják, hogy mennyibe kerül, és mindent elintéznek. Rettentő egyszerű, komolyan mondom. Na minden, úgyhogy húzom a cipőmet, apukám valahol itt van hátul, játszik a Davis-szel, és indulunk. Na, megyünk. Munkás autóval, remélem fel fog rá férni, én vezetek. Ja. Rendben van. Ha minden igaz, a csomagtartóra fogjuk feltenni, hogyha felfér, hogyha nem, akkor nem hozzuk haza. Várj, kinyitom, és be van zárva. És... indulunk! Azt mondja, el kell menni tankolni előtte. Na. Megálltunk ott tankolni. Nem tudom, látjátok-e, apukám tankol. Amúgy nézd, látod? Ilyen így néz ki a munkásautónak a hátulja, a belseje. Egy kicsit most üres, ugyanis a munkahelyen hagytunk sok mindent. Nem osztok
haza magunkkal, ugyanis hétfőn megyünk oda vissza dolgozni. Na, telefonomat gyorsan megnézem, belerakom a címet, ugyanis fogalmam nincs, hogy hova kell menni. Állítólag nagyon messzire, és semmi nincs a közelben, ahova megyünk. Na várja. Megtankoltunk. Jön apukám, ott ahogy látjátok, én beütöttem a címet, jelenleg itt vagyunk a benzinkuton, és azt mondja, hogy 36 perc még odaérünk. Megjött apukám is, úgyhogy induljunk. Megérkeztünk, képzeld el, fel is vettük, nem más nézni, mint onnét mögöttünk. Látod? Ott van fent, nem tudom, mennyire lehet látni. Na mindegy, felkötöttük a tetőre, majd megmutatom azértünk, hogy hogy néz ki. Elmegy szerintem, nem volt olyan rossz állapotba. Mindegy, úgyhogy most megyünk hazafele, és megpróbáljuk ketten levenni, és hármóra raktuk fel a csomagtartóra, de ketten kell, hogy levegyük ugye otthon. Na mindegy, ugyanúgy itt van előttünk, látjátok, a főút, úgyhogy oda valóban ki kell menni, csak azt nem tudom, hogy merre kéne hazamenni. Valószínű, hogy arra felé, mert egy irányú az út, arra nem tudunk elmenni, úgyhogy szerintem menjünk. Na meg kellett állni, ugyanis mozog hátul a motor, képzelni, hogy ki kell kötni, várjál. Jön egy autó, úgyhogy megvárjuk, és megnézzük, hogy mi a baj. Aj, te! Nem sok autó járkál erre felé. Na nézd, oda volt feltéve. Látjátok? Ilyen kerék is van a hátulján. Szép kék, az alja meg fehér. Apukám keres madzagot. Igen, nincsen madzag? Nem van madzag. Ott van már hátul, úgyhogy most ide ki van kötve, hogy ne törje ki az üveget hátul, hogyha véletlen gyorsan elindulok. Na mindegy. Úgyhogy menjünk, visszülök az autóba, azt menjünk hazafelé, azt mondta, hogy körülbelül még egy 55 perc, mire hazaérünk. Aztán gyorsan megebédelek, mert kezdtek már éhesnek, olyan mondom, nem reggeliztem, vagyis reggeliztem, de csak kekszet ettem korábban, és kezdek éhesni. Na indulunk. Érdekes lesz. Te! Látod, ilyen szép fehér az alja. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki a belseje is, csak addig azt hiszem, még apukám kiköti. Megnézem a motort. Itt van hátul. Ide raktuk be, látod, le van takarva. Egy ilyen Parson motor. Amúgy ilyen motorom volt, csak nem 4 lóerős, ugyanis ez egy 4 lóerős, hanem egy 10-esben volt nekem. Pár évvel ezelőtt én szerettem, semmi baj nem volt vele. Úgyhogy, na mindegy, majd mindjárt kiderül, hogy milyen, amúgy jött ilyen kannába, benzines kannába, meg egy pár ilyen jackivel. Letettük! Te! Olyan nehéz nem volt azért. Úgyhogy, mutatom, hogy hogy néz ki a csónak. Végül is alumínium az egész, le van festve. Nem tudom, hogy ki festette, de egész jó állapotban van. Fújva van. Fújva van? Ja, tényleg, ez fújva van, látod? Lehet, hogy gyári fújás, nem? És van rajta kerék hátul. Várjál, nincs beakadva. Na, be van akadva. Lehet húzogatni, ezt a kereket fel tudod csatolni, és amikor ugye a vízen mész, mikor lent mész, akkor csak fogod, lenyomod, és el lehet húzogatni. Van rajta két akasztó. Van rajta. Mit mutatsz? Ja, ott fel lehet emelni, le kell húzni, és visszamegy rá. Egyszerű. Úgy nagyon kis könnyű csónak. Ide megy rá a motorból, rajta egy ilyen erősítés. Van rajta kettő evező. Biztonság kedvéért ugye ide kell vele tenni, hogyha véletlenül megáll ugye a motorod. Aztán, ha jól emlékszem, olyan 3 méter. 3 méteres, 3,1 vagy 3 méteres. Mit? Le lehet csatolni. Ja, van rajta ilyen párna. Le lehet csatolni. Nem hiszem, hogy lecsatoljuk, nem? Nem csak. Úgyhogy. Így néz ki. Na, várjál. Rajta a regisztrációs szám is. Szerintem jó. Na minden, majd kiderül. Apukám most elviszi hátra. Aztán lerakjuk a vízre. A motort addig ott hagyom. És megnézzük, hogy egyáltalán úszik-e. Bár úszni, biztos, hogy úszni fog. A kérdés az, hogy milyen a motor.
most nem más csinálok, mint gyorsan megevédelek, rájött a feleségem is, ugyanis ma hamburger fogok én enni, a Lucas pedig halat eszik sült krumplival, ugyanúgy, mint a feleségem, a Davis is. A csónak, mutatom, ide kikötöttük. Ez szerintem nem rossz. Tehát nem olyan túl nagy, nem olyan túl nehéz, ilyen kicsit könnyű, nem olyan túl könnyű. És eddig működik, a motor is működik, nem süllyedtünk el, nem álltunk meg, ugye mentünk egy nagy kört apukámmal. Nem olyan túl gyors, ugye csak 4 lóerős, de szerintem a Davis-szel elég. A Davis-szel nagyon nem akarok ugye szárhuldozni, mert ugye nem szeretem, hogy véletlenül ugye beleestem, a múltkor sem szerette annyira, akkor a másik csónakban gyorsan mentünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy már holnap, vagy holnap után, valószínűleg holnap kivisszük a családdal, és megnézzük, hogy mit szól hozzá a feleségem, meg a Davis is. Pedig nem más, mint a Lucasnek az ebédje, ez pedig az én ebédem lesz, látod? Ilyen hamburger, hogyha minden igaz. Hol vetted ezt? Mi az, hogy hol vetted el? Ami hozta. Látod, ez ilyen rendes, nagy hamburger, nem az a McDonald's-os, vagy Hungry Jack's-es pici, hanem ez a nagy. Ezt itt árulják mindenhálunk az egyik boltba. Van benne sok minden. A pogácsa lehet, hogy egy kicsit vastag. De a múltkor ettem ilyet, és nekem üzlet. Úgyhogy azóta néha, nem azóta, azóta, nem azóta néha ilyet eszek. Végülis ez nem a harmadik szagol alkalom. Mit? Nem szagol rossz. Nem szagol rossz? Jó illata van, azt mondod. Rendben van. Úgyhogy ezt a videót én most befejezem, ugyanis délután most már sok mindent nem fogunk csinálni, el fogunk menni a boltba, kell venni kenyeret meg tejet, ugyanis tegnap nem mentem el, úgyhogy azt fogjuk csinálni. Ezt a videót itt most befejezem, ahogy mondtam, holnap elmegyünk valószínűleg a csónakkal, le fogom filmezni a Davisnek a reakcióját, hogy hogy fog neki tetszeni, remélem, hogy tetszeni fog neki. Holnapra egy kicsit ilyen felhőses, napsütéses időt mond, azt hiszem, de meglátjuk, talán reggel jó lesz. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia! Szia!